Hogyha nem akarsz lemaradni az új videókról, iratkozz fel a csatornára, ezzel támogatva a munkánkat. Jó szórakozást a videóhoz! 2011 késő nyarán egy elég morbid történet kezdett el lejátszani a Massachusetts állambeli váltámban. Amúgy ez egy külváros Boston nyugati szélén mindössze 20 percre Cambridge városától. A körülbelül 60 ezer embernek otthontható váltán Middlesex megyében található város, amely nagyszámú egyetemi hallgatóból és oktatóból, valamint a világ minden tájáról érkező külföldi lakosokból áll. 2011 szeptemberében három férfi holttestét találták meg a legfiatalabb áldozat lakásában, a Harding Avenue 12-es szám alatt, a bleachery utcás negyedben. A férfiak rendkívül jó fizikai állapotban voltak, mivel olyan területen dolgoztak, amelyek szigorú fitségi követelményeket vontak maguk után. Annak ellenére, hogy a három férfi látszólag a legtöbb gyilkossági áldozat szöges ellentéte volt, valahogy mégis egy erőszakos gyilkos áldozatául estek, aki egymaga végzett mind a három ójukkal, majd olyan kaotikus módon hagyta el a helyszínt, amelyet még máig nehéz átlátni. Rafael M. Tekön 1973. december 28-án született, Raffi egy rabbi fiaként a Massachusetts állambeli Brooklynban nőtt fel, mindössze néhány mérföldre Bostontól. Ott járt a Brooklyn középiskolába, ahol 1992-ben érettségizett. Később túlnyomó részt a Brain Egyetemre járt, ahol történelem szakon végzett, és 1998-ban le is diplomázott. Később személy edzőként talált munkát, de a szomszédok szerint más módon is kiegészítette a jövetelmét. Nevezetesen első elsősorban marihuánával kereskedett, Állítólag a férfi ritkán hagyta el a házat, de számos látogatója volt, ami egy idő után gyanúsá vált a család számára. De mivel egy csendes és szerény fickó volt, akkoriban senki sem gondolta volna, hogy bajban lenne. A szerettei később úgy emlékeztek vissza Nafira, mint egy kedves lélekre, és akinek annak ellenére, hogy átélt egy maroknyi személyes tragédiát, sikerült távol maradni a bajtól. Erik Hacker Weissman 1980. június 19-én született a bostoni Szent Erzsébet kórházban. Erik nagyon vallásos otthonban nőtt fel, és a helyi zsinagógába is járt felnőtt korában. Az egész életében nyíltan kiállt a hite mellett. Miután Boston környékén nőtt fel, Erik egy helyi középiskolában érettségizett. A lelkes sportrajongó Erikről úgy vélték, hogy ő is kapcsolatba hozható volt a drogkereskedelemmel. Például történt egyszer, hogy 2008-ban a férfit megállította egy rendőr, és amikor behajolt Erik ablakán a rendőr állítólag marihuána szagot érzett. Erik azonnal befallotta, hogy egy barna papírzacskónyi fű volt nála, és később utóbbi birtoklásával és terjesztési szándékkal vádolták meg. Néhány évvel később, 2011-ben Erik főbélője a távollétében bement a lakásába, és jelentette is a rendőrségnek a nagy mennyiségű füvet. Eriket később letartóztatták, de a vádakat később ejtették. A bűnöldöző szervekkel való összetűzései ellenére egyikre jószívű, humoros és jó emberként emlékezett vissza szinte mindenki, aki ismerte. Brandon Haley Mess 1986. január 16-án született, aki a másik két férfihoz hasonlóan szintén Boston környékén nőtt fel. A másik kettővel ellentétben azonban nem volt igazán elkötelezett a zsidó hite mellett. Néhány évvel korábban Brandon a Champlain College-ban szerzett alapdiplomát íróként, azonban ezután teljesen más irányt vett, és különböző harcművészeteknek szentelte az életét. Ismert lett MMA oktatóként és trénerként. Brandon főleg a brazil jiu-jitsu-ban volt jártas, de tudása más területekre is átnyúlt. Azon belül különösen a boxolásra, mivel igyekezett minél sok oldalúbb harcossá válni. De a tudását nem nagyon használtató jó dolgokra, mivel Erikhez hasonlóan Brandon sem volt idegen a rendőrségnek. Ugyanis 2010-ben letartóztatták, mert egy másik férfival együtt embereket bántalmazott egy váltámi boltban. A rendőrség azonban akkoriban még nem tudta, hogy Brandon mellékesen tudatmódosító szerekkel is kereskedett Rafival és Erikkel együtt. Egyes jelentések szerint ez a három férfi, a 37 éves Rafi Teken, a 31 éves Erik Weissman és a 25 éves Brandon Mess együtt élt a Harding Avenue 12-es szám alatt, egy második emeleti lakásban, a váltám csendes külvárosi negyedében. Ez nem egy átlagos bérház volt, hanem inkább egy nagy ház, különálló lakóegységekkel. Azonban nem lakótársak voltak, legalábbis nem a hagyományos értelemben. A lakás Brandon messzi volt, aki nem sokkal korábban költözött oda, és azelőtt voltak ugyan szobatársai, de a történtekkor nem. Valójában 2011. szeptemberének első hetében Eriknek neki kellett költöznie, miután Brandon összeveszett a barátnőjével amely végül a kettőjük szakításához vezetett. Erik végül egy másik ismeretlen barátjánál húzta meg magát néhány napra, de még azon a hétvégén visszahívták. 2011. szeptember 11-én egy vasárnap Erik áthajtott Brandon lakásához, mert Brandon meghívta őt egy másik barátjukkal együtt. A másik férfi a 37 éves Rafi Teken volt, aki amúgy is egy gyakori látogató volt Brandon lakásában. Mindannyian úgy tervezték, hogy együtt nézik meg a Sunday Night football -t és valószínűleg arra készültek, hogy egy ital és egy ciki társaságában nézik a New York Jets és a Dallas Cowboys összecsapását aznap este. Erik este fél nyolc körül, körülbelül egy órával a meccs kezdete előtt érkezett meg Brandon lakására, és még egy SMS-t is írt barátjának Newtonból. Mindhárom férfi úgy tűnt, hogy a következő fél órában SMS-eztek vagy kommunikáltak a barátaikkal és családtagjaikkal, amit este nyolc óra körül hirtelen abba hagytak este 20 óra 54-kor Erik Weissman a mobiltelefonján leadott egy rendelést. A közeli Watertownban található Gary's Italian Kitchen pizzázónak. A rendelésnek a geris személyzetének becslése szerint körülbelül fél óra alatt kellett volna megérkeznie. Alig 20 perccel később, este 9 óra 14 perckor egy futárnő érkezett Brandon lakásához, de senki sem válaszolt az ajtón való kopogtatásra. Az étterem megpróbálta felhívni Erik mobiltelefonját, hogy kapcsolatba lépjen vele, de még mindig semmi. A rendőrség később úgy nyilatkozott, hogy bármi is történt Brandon lakásában, valószínűleg ebben a létfontosságú időszakban, este 8 és 9 óra között történhetett. Eközben Brandon barátnője az elmúlt napokat Floridában töltötte a családjával, és csak az elmúlt órákban, szeptember 12-én próbált kapcsolatba lépni Brandonnel, ami sikertelenül zárult. Azt remélte, hogy helyre tudja hozni a dolgokat a kettejük közt, ezért úgy döntött, hogy elmegy a lakásához és közvetlenül beszél vele. Ezt azért tette, mert azt gondolta, hogy valószínűleg a férfi nem venné fel neki a telefont. De amikor odaért, neki sem nyitottak ajtót. A nő ezért megkérte a főbérlőjét, hogy nyissa ki a lakás ajtaját. Ő volt az első, aki aznap délután nem sokkal fél három előtt belépett Brandon lakásába, és elsőként írta le, hogy mit látott. Ugyanis amilyen látvány fogadta őket a lakásba lépve, arra egyik őjük sem számított. Mindhárom férfi holt este még mindig Brandon lakásában volt és feltehetőleg egy éles tárgyal, például késsel vagy jégcsákánnyal végeztek velük, ami egy igencsak brutális és erőszakos jelenetet hagyott maguk után. A látványtól Brandon barátnője egy pillanattal később érthetően sikoltozva hagyta el a lakást, és a hatóságokat azonnal a helyszínre hívták. A rendőrség nem sokkal később érkezett a helyszínre, és azonnal azt gondolták, hogy ehhez a bűncselekményhez valamilyen személyes érdek fűződhet, és nem véletlenszerű volt, Szerintük nem rablás vagy más hasonló indíték állt a középpontban, amit nem mellesleg maga a helyszín is egyértelművé tett. A jelentések szerint a három férfinak a testeit nagy mennyiségű fű borította, amit valószínűleg utólag szórhattak rájuk. Ezen kívül a hatóságok több mint 5000 dollárnyi, azaz nagyjából 1 millió ezer forintnyi készpénzt találtak, amit a lakás három különböző szobáiban rejtettek el. Ez arra utalhat, hogy az elkövetők nem valamiféle tartozás miatt cselekedtek így, mivel a pénzt nem is nagyon próbálták keresni. Másodszor mindhárom férfi halálának oka arra utalhat, hogy a gyilkos vagy gyilkosok akár még ismerhették is őket. Tulajdonképpen mindhármójuknál a torkukon okozta vágások eredményezték a halálukat. Plusz, mindegyik áldozaton különböző mértékű bántalmazás volt felelhető a torkukon kívül. Erik vészmennek véres volt az ajka, Brandon mesznek pedig szózódások voltak az arcán, és karcolások az egész karján, valamint egyéb védekezésre utaló sérülések a teste többi pontján. Nem volt nyoma erőszakos behatolásnak, így úgy vélték, hogy bárkik is voltak a gyilkosok, valószínűleg a három áldozat önként engedte be őket a lakásba. Ebből adódóan valószínűleg barátok vagy ismerősök lehettek. Végül az is kiderült, hogy Brandon egyik szomszédja sem hallott semmi gyanúsat belértve a főbérlőjét is, a holtestek felfedezéséig eltelt időszakban. Ez szeptember 11-én este és szeptember 12-én reggel volt, amikor viszonylag meleg volt a környéken, ami miatt Brandon szomszédai közül sokan nyitva hagyták az ablakokat éjszakára. Senki sem látott vagy hallott semmit, bár a későbbi beszámolók szerint azt jelentették, hogy két ismeretlen férfit láttak Brandon lakásánál valamikor az előző éjszaka. Körülbelül akkor, amikor a rendőrség szerint a gyilkosságok történtek. A nyomozók is úgy vélték, hogy a tudatmódosítószerek igenis szerepet játszhattak a gyilkosságokban. Arra is gyanakodtak, hogy több elkövető tartózkodhatott a lakásban. Mivel mindhárom áldozatot, akik testnevelőként, testépítőként, illetve vegyes harcművészként találtak munkát, azért mégiscsak hihetetlenül nehéz lett volna egyszerre megfékezni. És a sebek ellenére az is lehet, hogy az elején fegyverrel kényszerítették megadásra a férfiakat, már azt csak halkan teszem hozzá, hogyha tényleg egynél többen törtek be a lakásba, mondjuk hárman vagy öten, de kevesebb is lehet, már ahhoz sem kell fegyver, a túlerő így is hihetetlenül nagy. A gyilkosságokkal kapcsolatban az is felmerült, hogy talán az etnikai hovatartozás vagy vallás is szerepet játszhatott. Annak ellenére, hogy az egyik áldozat Brandon messz akkoriban nem igazán gyakorolta a judaizmust. De úgy vélték, hogy ez csak véletlen egybeesés lehetett de akár összetűzésbe kerülhettek más helyi dílerekkel, akik megölték a férfiakat, hogy üzenetet küldjenek. A rendőrségnek nem igazán volt sok gyanúsítottja, de aztán jött valami igazán érdekes sztori. Mivel, hogy Brandon barátnője, aki a gyilkosságok előtti héten látta utoljára a férfit, egy elég csúnya vitába keveredett vele, aminek következtében ugyebár szakítottak. Később azonban arról számoltak be, hogy a szakítás erőszakba torkollott, és a lány üvegekkel, sőt késekkel is megdobálta a férfit, mielőtt elhagyta az apartmant. A nő ezután Floridába ment meglátogatni a családját, majd 12-ként visszatért, amikor felfedezte a holtesteket Brandon lakásában. Brandon baráta is azt támasztották alá a rendőrségnek és a riportereknek, hogy erőszakosan szakítottak, és azon kezdtek aggódni, hogy talán a nőnek köze lehetett a gyilkosságokhoz. Néhányan azt feltételezték, hogy ő szervezte ezt az egészet, és hogy Rafi és Erik csak járulékos veszteség volt. A nőt azonban hamar kizárták a gyanúsítottak közül, mivel a rendőrség nem talált semmit, ami a bűncselekményekhez kötni őt. A második gyanúsított nagyjából 11 nappal a gyilkosságok után bukkant fel, aki Brandonnek egy 19 éves szomszédja volt, és azért tartóztatták le, mert az utcán késő idegeneket fenyegetett, miközben azt kiabálta, hogy idézem, add ide a füvet. A fiatalember egy maszkot viselt, és állítólag azzal fenyegetőzött, hogy megöli egy barátját. A rendőrség azonban nem nagyon vette fenyegetésnek a már egyértelműen segítségre szorult fiatal fenyegetéseit, és végül őt is kizárták a gyanúsítottak közül. A rendőrség több az áldozatokhoz közel álló szemét, köztük barátokat, családtagokat és kollégákat is kihallgattak, de végül nem tudtak előrébb jutni a következő hónapokban. Az ügy gyorsan kihűlt, annak ellenére, hogy az áldozatok szerettei több lehetséges gyanúsított nevét is megadták. De aztán egy és fél évvel később, 2013. április 15-én a Boston környékén hazafiak napjaként ismert ünnepnapon rendezték meg a 117. bostoni maratont. Több mint 23 ezer futó vett részt az akkori eseményen, maga a maraton 9 óra 17-kor keleti idő szerint kezdődött. És a versenyzőket három hullámban engedték el a következő mindegy 40 percben. A győztesek valamivel több mint két órával később dél körül kezdtek el megérkezni a maraton céljához, és a következő néhány órában több ezer másik fotó követte őket, akik teljesítették a 26 mérföldes távot. Délután két óra 49 körül, amikor a felmérők százai a célvonal köré csoportosultak, várva a többi futó érkezését, váratlanul a közelben egy robbanás történt. Ezt körülbelül 15 másodperccel később egy újabb robbanás követte amely nagyjából egy ház tömnyire nyugatra. Mindössze 190 méterre történt. A következő néhány órában a két robbanás következményei nem csak Bostonban, hanem egész Amerikában és a világ többi részén is érezhetőek voltak. A két robbanás felszította a félelem tüzét, amely 2001. szeptember 11 óta többnyire szunnyadt Amerikában. A robbanásoknak összesen három halálos áldozata és 264 sebesültje volt. Ezáltal hamar nagy szabású nyomozás indult a felelősök felkutatására. A rendőrség a tanúvallomások és a robbantás helyszínéről készült biztonsági kamerás felvételek alapján napokon belül két gyanúsítottat tudott azonosítani. A 26 éves Tamernán Csárnajevet és öcsét, a 19 éves Cokhártot. Na de most gondolom kérdezhetitek, hogy ez mint hogyan kapcsolódik a váltánban történt gyilkosságokhoz. Nos, annak ellenére, hogy 2013 áprilisában egy rendőrökkel folytatott lövöldözésben meghalt, és amíg élt, soha nem nevezték meg a váltami gyilkosságok gyanúsítottjaként. Tamerlan Csárnájev története sok összefüggést tartalmaz Brandon Mess, Rafi Teken és Erik Weissman máig megoldatlan gyilkosságaihoz. A történet szerint Tamellen is elég jó külső sportoló volt, és 2010 környékén ismerte meg Brandon mess akivel hamar jó barátok lettek, és gyakran együtt is edzettek. Mindkettőjüknek az volt a célja, hogy tehetségüket az MMA-be is átvigyék, és hogy remélhetőleg egy napon majd a UFC-ben is versenyezhetnek. Ennek ellenére azonban Csárnájev egyre inkább belesüllyedt a szélsőséges nézeteibe, és egyre radikálisabb iszlám nézetek követőjévé vált. Ez végül oda vezetett, hogy az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat kapcsolatba lépett az FBI-jal, és tájékoztatta őket, hogy Tamellen azt tervezi, hogy Oroszországba látogat. Ezek mellett azt is közölték az irodával, hogy Tamellen valószínűleg azt tervezi, hogy a tengeren túlon csatlakozik egy föld alatti terrorista szervezethez. Az FBI állítólag kivizsgálta az állításokat, interjút készítettek magával Tamerlannal is, és az addigi életét is átvizsgálták, de nem találtak olyan kapcsolatokat, amelynek érdemesett volna utána járni. Később az év folyamán Brandon és Tamerlán közös barátaik elkezdtek észrevenni némi viszályt a két férfi között. Az ismerősök és közeli barátok azt állították, hogy Tamerlán nem tetszését fejezte ki Brandon életmódjával kapcsolatban. Itt valószínűleg a tudatmódosítószerek fogyasztása és az azzal való kereskedését értette. A nyilvánvaló feszültség ellenére azonban a két férfinak nem voltak ismert vitái vagy nyilvános összetűzései, és kívülről úgy tűnt, hogy továbbra is barátok maradtak. Egészen 2011. szeptember 12-ig, amikor Brandon Mess, Eric Weissman és Rafael Hol holttestét felfedezték Brandon lakásában. Állítólag temőlen a büntényt megelőző hónapokban és években úgy tűnt, hogy nem igazán mutatott semmiféle érzelmet vagy szomorúságot legjobb barátja elvesztését illetően. És még Brandon gyászértortására sem a temetésére nem ment el. 2012. januárjában nagyjából három hónappal a váltami háromos gyilkosságok után Tamerlan Oroszországba utazott, ahol a következő hat hónapban élt, és csak 2012. júliusában tért vissza az Egyesült Államokba. Ezt követően a férfi pár hónappal később, 2013. áprilisában egy rendőrökkel való lövöldözésben veszti el az életét, ahogyan azt már említettem. Temellen Csárnejev halálát követően kezdte el a rendőrség újra elővenni őt, mint a 2011-es váltami hármas gyilkosság gyanúsítottját. Alapjában véve a nevét, már 2011. szeptemberében több mint 18 hónappal a robbantás előtt megadták a gyilkossági nyomozóknak, mivel a férfit már az FBI 2011-ben a gyilkosságok előtt kihallgatta. Ami a Ted helyhez kapcsolódó bizonyítékokat illeti, nem sok mindent találtak. Volt azonban egy nyilvánvaló kapcsolat a Gary's Italian Kitchen pizzeria formájában, ahonnan a gyilkosság áldozata Eric Weisman állítólag ételt rendelt a gyilkosságok éjszakáján. A rendőrség már régóta gyanította, hogy nem maga Erik rendelte a kaját, az eset időpontja miatt, ami este 20 óra 54 volt, valamint amiatt, hogy senki nem nyitott ajtót, és nem vett át az ételt alig 20 perccel később. Aztán nagyjából a bosztoni robbantás után riasztották a tisztviselőket, hogy a Geriz italian kicsőn parkolójában eldobott tűzjátékokat találtak, adománygyűjtő edényekben. A tűzjátékokból valójában eltávolították a puskaport, és a hatóságok úgy vélik, hogy ezt a robbanó szerkezetében használták. Azonban kiderült, hogy a robbantást megelőző időszakban a két testvért egy harmadik férfi mellett látták aki szintén egy oroszországi kapcsolatokkal rendelkező MMA harcosnak tűnt. Ez, valamint Tamellen telefonos adatai végül elvezették a rendőrséget egy másik fiatalemberhez, a 27 éves Ibrahim Todeshevhez, akiről az elején nem feltételezték, hogy szerepet játszott volna magában a basztoni robbantásban, de a történet szerves részévé vált, a bosszoni tragédia után a szövetségi nyomozók elkezdték megfigyelni Ibrahimot, és gyanúsítottként hallgatták ki, nemcsak a terrorcselekményben, hanem a 2011-es, máig megoldatlan hármas gyilkosságban is. Erről meg FBI ügynök szerint a massachusetts állami rendőrség két rendőrével együtt vezette a kihallgatást. Ibrahim néhány óra elteltével elkezdte bevallani a váltamban elkövetett gyilkosságokban való részvételét, és azt állította, hogy Tamerlan Csárnájevvel együtt vett részt a brutális bűncselekmény végrehajtásában. Éjfél után nem sokkal láthatóan készen állt arra, hogy megírjon és aláírjon egy teljes hivatalos vallomást, amelyben magát és Tamerlant is belekeverni a gyilkosságokba. Ibrahim részletesen beszámolt a gyilkosságokról, és bevallotta, hogy az események sorozata egy Tamerlan által irányított, félre sikerült rablási tervel kezdődött. A férfi azt állította, hogy Tamerlan bátorította őt, hogy vele együtt rabolják ki Brandon lakását, és hogy ketten fegyverrel jutottak be a lakásba. Miután bejutottak, lőfegyverrel megfékezték a három férfit, majd Tamerlán attól fél, hogy azonosítják őket, úgy döntött, hogy mindhármukat megöli. Ezt követően Ibrahim bevallotta, hogy ő is Temellán több mint egy órát töltöttek Brandon lakásában, ahol megpróbálták megtisztítani a tethelyet, és eltüntetni az ott létükre utaló bizonyítékokat, például az új lenyomatokat. Ibrahim Todasev ezután kész volt arra, hogy a lakásában aláírjon egy átfogóbb vallomást. A helyszínen lévő rendfenntartó erők azonban azt állítják, hogy mielőtt aláírhatta volna ezt a vallomást, Ibrahim rájuk támadt, ami azt eredményezte, hogy a rendőrök a helyszínen lelőtték. Nos, nagyjából ennyi lenne, amit máig tudni lehet a váltami hármas gyilkosságokról. Közel 12 év után sem történt semmiféle erőlemozdulás az ügyjel kapcsolatban, egy újabb szomorú történet, amit szintén máig nem oldottak meg. Mivel bizonyítékok hiányában a rendőrség máig nem tudja megállapítani, hogy a férfi igazat mondott-e vagy sem.